Gyere, Andor, ezt mutassuk meg! Bocsánat, hogy kezdem azért a negatív dolgokkal, és arról is kell beszélni a Szeged365.hu olvasóinak. Itt például a forgalmat nagyon-nagyon sokan kritizálták, természetesen csak ilyen orákulumként, hogy mi lesz majd itt valamikor. Egyelőre nem látszódik még a forgalma, hogy megnövekedett volna, és említetted a mélygarást. Mennyi parkolót alakítottatok ki, mert ez azért az új lakásoknál mindig nagy feladat. Igen, most ahogy tapasztaljátok is, már több százan bent laknak a Cidrusligetben, áprilisban jöttek az első lakók, és akkor költöztek be. Mindenféle fennakadás nélkül úgy érezzük, hogy ez az egész működik, főleg azért, mert 1100 még garázs pozíciónk van, tehát a 600 lakáshoz gyakorlatilag lakásonként két autónak az elhelyezése biztosított. Ráadásul ugye a még garázsnak két kijárata van, egyik a Bakai utcára, a másik pedig a Mura utcára néz, és mind a két oldalról meg lehet közelíteni az egészet. Most ez az 1100 autónak amúgy sem egy időben indul el, tehát nem egy észszerű, vagy nem egy olyan tervezés, hogy na most akkor 1000 autónak itt azonnal fél órán belül ki kell, hogy menjen. A lekanyarodó sávokat is megcsináltuk itt is, meg a másik oldalra is ki van szélesítve az út, ugye ahol régi, ahol a kábelgyárnak a betonkerítése volt régen, ugye az volt itt az alap kiinduló helyzet. Ugye ezt a betonkerítést mi elbontottuk, és ettől körülbelül 10-15 méterre kezdődik csak akkor is a füves terület, meg egy járda, tehát megnyitottuk ezt az egészet az utca felé, úgyhogy a közlekedés szempontjából próbáltuk minél kedvezőbben, minél zökkenőmentesebben ezt megcsinálni. A városvezetéssel az egész le lett modellezve, végig lett csinálva, hogy itt ez kötelező is, így van, meg hogy ez milyen terhelést jelent ezekre az utcákra. Nem számítunk arra, hogy itt bármiféle fennakadás lesz.